kapca mellé tutyikő. Alapi táncokat láttunk Hajdara Herceg Hajnalka és Hajdara Tamás. A produkciót a falu adatközlőinek ajánlotta, kódjuk a 20-as, szavazzanak rájuk, hogyha ők a kedvencek, és miért ne lennének. No, kit hallgassunk? Diószegi László. Köszönöm szépen. A mezőföldi táncokat láttunk, a Székesfehérvári Alba Régia azt hiszem, hogy már mutatott be táncot, de szólóban még nem láttunk. Örülök neki. A mezőföld ez egy fehér folk volt sokáig, 1950-es évek végén mentek oda táncgyűjtők, és akkor találták meg Fekti Józsefet és Ulica Józsefnét, akik később aztán a vidéknek az elismert népművészet mesterei lettek. Pesorhán Ferenc nevét is meg kell említeni, ő haláláig foglalkozott ezzel a területtel, neki köszönhetjük, és persze az Alapi Népegyüttesnek, akiknek a tagjai itt ülnek, és nektek is, mert az Alapi Népegyüttesnek a vezetői voltatok egészen addig, amíg el nem mentetek Magyar Lapádra. Hát lenne alapom itt, most akkor sűrűn venném le, mert mindegyik fantasztikus, örülök neki, várunk visszatiteket, de még legyetek sokáig Magyar Lapádon, és táncoljatok nagyon jól, nagyon elegáns volt, nagyon szép volt, ez nem egy ilyen csihipuhip táncanyag, nem is akartatok ilyet csinálni belőle, nem akartatok ugrálni, pedig ugrálós a tánc, köszönöm. Olyan én is egy pár mondattal szeretném megköszönni, hogy választottátok ezt a Fejér megyei anyagot. Olyan szépen táncoltátok ezeket a bővített ugrós figurákat, és a Hajné különösen szerintem a gyeplőt fogta a kezébe, vitte ezt a fiatalembert, úgyhogy ez látszik a kettőtök kapcsolatán, nagyon jó táncosnak tartalak mindkettőtöket, de valahogy Hajné, te kiviláglik a személyiséged, az éneked, de amit majd kérem, hogy a Márti is azért szóljon hozzá, hogy viszed a dolgot, rendeled a programot, úgyhogy nagyon frappáns volt ez a kis bemutató, köszönöm szépen. Márti.
Nem csak a megszólítatásokán, tényleg ezt mondogattam itt, hogy milyen élményszerű hallani a te éneklésed. Friss, üde és tényleg zseniális, nagyon sokat hozzáad a tánc élményéhez, öröméhez. Nektek nagyon jót tesz Magyar Lapád, és azt gondolom, hogy ti is jót tesztek Magyar Lapádnak. Hajrá! Köszönjük szépen! Szeretném visszavonni azt a kijelentésemet, hogy a táncosok ne énekeljenek. A táncosok énekeljenek, ha így tudnak, akkor énekeljenek. Hogyne? Csak annyit szeretnék mondani, hogy egy nő egy igazi férfi mellett lesz igazán nő. Aj, de szép volt! Nagyon helyesek vagytok. Na nézzük a táblánkat. Azt látjuk, hogy Hajdara Herceg Hajnalka és Hajdara Tamás kódja 20-as, használják. Kérjük önöket, használják, hiszen kedves nézőink, önök döntenek, hogy kivel találkozunk majd a középdöntőben. Németh Antal érkezik majd hamarosan. Nektek köszönöm szépen.